A Platánsori vízi közmű hálózat felújításával egybökötve szépítenék meg a Mező Gimnázium előtti, mintegy 60 éves szökőkutat. A műemlék rekonstruálását Bodó László kezdeményezte. Az önkormányzati képviselő elárulta, tudja, hogy az ötlete nem tettést fog kiváltani a polgármesternél és a Fidesz frakciónál. 1964-ben alkotta az ülő lány szobrát Gádor Magda Budapesti szobrászművész. A vízi rekonstrukció októberi átadásához és a kerek évfordulóhoz kapcsolódóan kezdte el a felújítást Bodó László. Mivel a szobor helyi védettség alatt áll, ezért szükséges a városi főépítés engedélye a munkálatokhoz, amelyet az állapot felmérés után nyújtanak be. A jelek szerint azonban Nagykanizsa a polgármesterének, Balog Lászlónak vannak aggájai a képviselő akciójával kapcsolatban. Én fölvettem a kapcsolatot a Via Kanizsa vezérigazgatójával Szabó István úrral, illetve egy vízkezeléssel foglalkozó szakemberrel. A jövő héten közösen megtekintjük ezt a szökőkutat, fölmérjük, hogy milyen feladatokat kell Végrehajtani, mit tudunk saját erőből, mit tudunk segítséggel megoldani. Így első ránézésre elmondhatom, hogy kisebb apró javításokat kell mindenképpen a szobron elvégezni, ehhez egy műköves szakember segítségét várjuk. Bodó László hangsúlyozta, a kormány elhibázott gazdasági intézkedéseinek köszönhetően képviselői költségvetési kerettel évek óta nem rendelkezik, az egyéni felajánlása pedig nem elegendő a teljes körű felújításhoz, valamint a szökőkút és a szobor rendbetétele, majd beüzemelése több szakmát átölelő feladat. Bodó László ezért kéri a városlakók, vállalkozók, hozzáértő szakemberek segítségét. Az állapot felméréshez szükséges volt a szobor letisztítása, illetve a medencében lévő több éves iszapos víz és avar eltávolítása. Iszapmerés közben fölkeresett, megkeresett Megkeresett, kiküldték a hivatalból egy alkalmazottat. Mondván, hogy készítsen itt felvételeket, illetve sejtem, hogy Balogh Lászlónak az volt a közvetlen utasítása, hogy a önkormányzat dolgozója keressen olyan jogszabályi ütköztetést, amivel az én törvényellemes cselekedetemet szankcionálni tudja. Ebből gondolom, hogy nem tetszett neki, hogy én partizán módon fölvállaltam ennek a műemléknek a felújítását. Emellett a medence is javítása szorul a repedések miatt, és a szökőkút homokkövének tisztítása szintén hátra van. Szeretnék kiváltani a kutat a központi hálózati vízezetékről és az áramellátásról, helyette pedig napkollektorok segítségével megoldani a működését. A képviselő reméli, hogy sikerül eredeti állapotába visszaállítani a köztéri műalkotást, ezzel is bővítve a város vizes látványosságait.